Üdvözlök mindenkit ezen a gyönyörű szép napon. Hát, hol is tartottunk? Ugye lement a horda, és azt hiszem le kéne szedni a kukoricát. Hát van egy-két ilyen kötelező kör, amit le kéne hozzunk. Ezt gyorsan még megcsináljuk, még kora reggel van. És hát utána elszállunk a traderhez, nézzünk akkor egy küldit. Azt hiszem, hogy hát ez is kezdhetjük ezzel, hogy megnézzük például azt, hogy is állunk. Tier 5, ez volt az első. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volt meg eddig. Már csak 2 kell, és akkor meg lesz a tier 6-os. Na, úgyhogy ez a következő. Ja, ezeket nem, akkor vissza az egész, menjünk a traderhez. Most vettem észre, hogy hát igen, telepakoltam én a zsebeimet. Na várjunk, viszont akkor ezt már magamra is öltöm, meg még oda bent akkor megnyomizunk egy kis pitét, több pitét, és akkor eladjuk azt az összes szemetet, amit most hozott a holda. Yeah, bizony, én vagyok az. Ilyen tök pité, még van még belőle otthon, de valószínűleg, hogy kellene még. Even morons like you. Mikor jön itt? Restock 58, ez öt, most van 57. nap. Ja, akkor még. Hát ezek azt hiszem, hogy ugye úgy van, hogy itt nem nagyon kell gondolkozzak, itt csak adom el mindent. Add már el. Hát hiába nyom rá a dupla V-t, hogy adja el. Hát add már el. Ó, hát felváltan nyomom a balegérgom meg a dupla V, és itt szivat mené, ha nem akarja eladni. Na, jól van, lett egy csomó zsetonunk. Meg is nézzük itt az elején, de hogy ezek ugye nem kellenek nekem. Én szerintem ugye nem nagyon van itt semmi olyan, de azért belekukkantunk, már még egy kört megyünk belőle. Hát nem nagyon kell innen se semmi. Megnézzük ezt is, mert most már bútorokat is néztük mi a múltkor, de onnan se kell semmi. Hát meg úgy egyáltalán szerintem sehonnan nem kell semmi. Hát ezek se kell, meg amúgy is már most én szerintem nem nagyon kellenek ezek a szolár dolgok. Ilyenünk is, én nem tudom, annyi van, hogy csak szemem kívánja, vegyem meg, de tényleg rengeteg van belőle. És itt Atom Hold Damage, azért nem ismertem őt, hogy Oh Shit Draw, hát igen, hát azért nem ismerem a nevét, mert hogy nem használok olyat. Jó, hát ez az loot bónusz, hát loot bónusz, ezeket már meg se nézem, úgyse ad nekem ez. Azon gondolkoztam még, hogy lehet, hogyha olyan dolgokat látok esetleg, járok majd, elmegyünk majd a romosba, meg minden, majd tekergünk egy kicsit, de ha olyanokat látok majd, hogy hát ilyen nagyobb benzinkút, vagy valami, azokat oda érdemes lenne bemenni. Azért érdemes lenne bemenni, hogy hát ha öltözzünk vissza szépen. Mert hogy hát ha ad, vagy én csak gondolom, hogy nagyobb eséllyel adhatna nekem, most közben elgondolkoztam ezen, hogy ilyet kéne megcsinálni, lehet, hogy mindjárt meg is nézzük, hogy mi kell hozzá. Adhatna nekem ezt a Supercharger modot, és ez előbb szedjem már le a kertet, mert azzal is csak megy itt az idő, aztán leszedem először azt, vagy nem. Itt lőtt. Ja, jön egy csapat, indián. Gyertek! Éppen azon gondolkoztam, hogy kellene. Néha mennyivel messzebbről is eltalálom őket. Én meg sokszor olyan közel megyek hozzájuk, tök feleslegesen. Pedig
Sokszor mondtam már nektek, hogy vigyázzatok velem, mert messzire elérekezem. Mit kaptam én itt? Kaptam megint egy kis pénzt is. Megint kaptam könyvet. De véletlenül se kapok olyan könyvet, ami amúgy kéne. Azt nem. Azt nem. Azért mindent nem adnak csak úgy. Nem adják ingyen. Nagyon sok sotilőszerem van, amivel nem tudom, mit csináljak. 7000. Kesz. Várjunk már, mi van itt? Van... Gyulékony nyilvesszőm. Hát igen, hogyha előném ezt a robbanósat, mert azzal nem sokat értem, akkor jöhetne ez. Vihetném ezt is magammal. Ez... ja, ez meg robbanó... crossbow. Hát még az is. Hát még az is. Hát van itt lehetőség. Na, öltözzünk át gyorsan, aztán szedjük. Bár mondjuk ezzel most nagyon elgondolkoztam ezen a dolgon, hogy nem nagyon kell most nagyon pénz nekem. Viszont, hogyha most megnézzük azt, hogy... hogy de tök se kell. Gondolkodom, hogy tököt fogok termeszteni most, de hát az se kell. Van kukorica, burgonya, közben ez gomba, de ne zavarjon senkit. Mi kéne még? Ez is van rengeteg. Hát valójában az a baj, hogy minden van. Tehát így aztán piszok nehéz. Nézzük ezt meg akkor, hogy ez hogy van. Ez, mi kell ehhez még? A tojás, ez az amaz sör. Szerintem itt a sör volt a szűk keresztmetszetünk, de most a sörből is van már, úgyhogy igazából a tojásokat, ezt nem nagyon álltam meg mostanában tojást szedni. A tojásokat azt kéne majd hozzak, mert a végén kiderül, hogy most a tojásból van a legkevesebb. Már ebből is van 28 tojás, meg hoppári. Hoppárécska. Nincsen. Látok, mi van itt? Akkor még egyszer. Ja, még a cornmeal kell, hogy magamhoz vegyem. Még... hát ebből kéne. Hoppá, hát így van. Tojás. Annyira nem tojásoztam mostanában, hogy... fa is kéne. Akkor csak dobunk be egy keveset. Nem tudom, mennyi kell, de... valamit behajítunk ide, és akkor ebből csinálunk. Hát akkor csak... tojás miatt csak 12-t tudok csinálni. Oda kell figyeljek a tojásra. Oda kell figyeljünk a tojásra, az kellene még majd. Tojást meg nem tudok termeszteni. Viszont még tököt azt tudnék igazából, hogyha ha mégis visszaállunk az alap megoldásra, mondjuk megnéznénk, hogy visszaállnánk erre a tök kérdésre, mondjuk nem sok tök magom van, de mondjuk ültetek, amennyi van, annyit ültetek. Bár mondjuk csinálni, azt tudnék még, hát most erről jut eszembe. Ennyit tudnék ebből gyártani? Mondjuk, hogy ebből 43-at, de még úgyis kevés. Jó van, gyártsunk! Legyen belőle egy csomó, ezért most ezt eltököltem, majd a következőbe leszedjük. Jó, akkor most úgy csináljuk, hogy átöltöztem, azt hiszem, igen. És akkor... most ezt kicsit, ezt a szuper kukoricát kicsit hanyagolni fogjuk ebben a következő körbe, mert nem nagyon kell már most pénz jelenleg. Hát nagyon más se kell, de most akkor olyan régen termesztettem mégis mást, hogy akkor igen, akkor egy kicsit ráállunk valami kajákat csinálni. Kajalpanyag, aztán majd, ha esetleg úgy lesz, akkor megint visszaállunk a szuper kukoricára, de most ez úgy... megteltem vele, most már nem kell pénz. Ja, tehát így is van rengeteg pénzem, és már úgy jártam, mint a Julia Roberts. Amikor ment haza a micsoda nőbe, és hát ugye egy kis lotyónak volt öltözve, senki nem akarta Beverly Hillsbe kiszolgálni, és akkor este ment haza, kérdezte tőle a újdonsült barátja, hogy aki adta neki a pénzt, hogy bevásároljon hát ruhákat, amivel estélyi ruha, meg minden, hogy ne olyan ribanc ruhába kelljen sétálni, és akkor, hogy meg ott mondja neki így sírva, hogy de hát itt ez a rengeteg pénz, és nem kapok érte semmit. Na, hát nekem is ez jut eszembe mindig, hogy van rengeteg pénzem, de semmire nem tudom elkölteni. Tehát már nem kapok érte semmit, ami úgy most a tradernél vennék tojást, vagy nem, tényleg nem tudom már, nem tudok mit venni rajta. Ez 58, jó, hát annyit
Annyit elültetek, amennyi van nálam, aztán majd. Aztán még tényleg akkor nem szuper kukoricát ültetek, hanem akkor még valamit még kinézünk. Lehet, hogy blueberryt, vagy valamit még ültetek ide mellé, hogy valami legyen még itt. Tökmag. Szeretitek a tökmagot? A pirított tökmagot? Amúgy... Hoppá, csak most nem tudom már, hogy mennyi is volt összesen. Na mindegy, nem tudom mennyit kell hozni miből, de... De mindjárt nézünk. Azt mondja, hogy ez 19, az tuti kevés lesz, de... 19 az kevés, de viszek még magammal, és akkor ha 19-et elültetem, akkor utána már szerintem jobban látom majd, hogy mennyi az, amennyi kéne. Ez a pirított tökmag is olyan, hogy hát sokfajta változat van. Ajajajajaj. Na itt várjátok, mennyi kell ebből? Ide kell. Ez elvileg ugye itt két bok, ez itt akkor 10. Akkor 13, ha minden igaz. Ha jól szemmérték alapján, akkor ez 13. Na nézzük. Úgyhogy nagyon sok fél van belőle, tehát tényleg vannak a rosszabbnál rosszabbak, de azért néha ki lehet fogni, hogy tud venni az ember valami jobbat, ami úgy tényleg normális, de nehéz. Viszont elvileg, tehát hogyha viszont jót vesz az ember, akkor igazából egészséges, mert férfi emberekről szólva, szóval jót tesz a prostatának, még ha nincs baja az embernek vele, nekem sincs, de attól függetlenül jót tesz. Na, akkor nézzük. Meg egyéb jótékony hatásai is vannak, úgyhogy nézzetek utána, aki még nem nézett utána. Na, hát ezeket oké. Okay. Tradernél is jártunk, csak éppen küldit nem vettünk fel. Na azért is kellene igazából, én szerintem, ja, kéne kis ólom. Ólmot azt még mondjuk nem lenne rossz szedni. Fú, de vacak idő van. Mertok, csináljuk már úgy, hogy azért szedünk egy kis ólmot, hogy tudjak már a kis komámnak, azért vinném magammal, de már alig van lőszer, nem pótlás, és kellene egy kis ólmot gyártani. Veszünk fel egy küldit, meglátjuk, hogy mit adnak. Aztán itt valahol valami kis ólmot gyártanánk, vagy ütnénk ki, mert nagyon gyorsan megvan itt pár ezer ólom is, csak hát muszáj, mert... Okay, whatever. Most ébredtél, barátom? Nagyon hülye hangod van. Na nézzük, milyen messze vannak, mert ezek mocsok messze. Mondjuk nem lenne baj, ha piszok messzire el kell menni igazából, csak... Nézzük, ez amelyik legközelebb van, ez micsoda? Fort Camo. És hogyha... Ja, az az infestides, a Fort Camo. Örülök neki. Elmenjünk oda. You better take this job. I'm not in the mood for any more of your bullshit. Hát... Elmenjünk oda. Mind, hát az van a legközelebb igazából. Az van a legközelebb, mondjuk ez még fertőző veszély is van, de hát nézzük, vas, szén, nitrát, itt valamelyikbe, nem tudom, itt lenézünk. Mert konkrétan szerintem olyan, hogy ólombány, olyan nincsen, de mert annyira nem volt rá szükségem, de itt én szerintem valamelyikben van, úgyhogy ezt megnézzük. És szerintem ezt megnézzük. Megnézzük ezt a vasat is. Ez elvileg azt mondja, egy vasbánya, de ugye úgy szoktak, hogy egymásba jaj, lógnak itt aztán a dolgok, és aztán hát nem hoztam magammal bányászruhát, de mondjuk olyan nagyon sokat nem akarok bányászni. Ez úgy néz ki, mint egy... Ez itt ólom, hehej, akkor ezt becsukjuk. Ez itt ólom. Ita ólomka. Kicsi, olcsó, nem drága. Hol van nekem a... itt. Na, vigyünk.
Ha én köz alá kell, nem, mert itt van ez, akkor remélhetőleg kibírja, hogy ütök egy keveset. Hát ezt a kevésért, most ezért ruhát ölteni magamra lehet, hogy nem kell. Meg sem néztem egyébként, hogy hova kéne menjünk. Hova kell menni a küldire? Az észak-keletre van, meg megkukkoljuk. Észak-kelet. Hát, lehet, hogy nem jártunk még. Vagy elmentünk mellette? Ezek szerint mentünk már el arra. Ja, hogy ez itt van az út mellett. Tehát mondjuk az tök jó, mert így itt az úton el tudunk odáig menni. Az tök jó. És hogy állunk? Közben nézem az olmot, hogy az hogy állunk. Van 9-90, csak én attól izélek, hogyha én ebből, én itt... Igen, ezt csak munkapadba tudom csinálni a boxos változatot, viszont így tudok csinálni. Így... 3.30 lesz belőle. Hát jó, van, mindegy. Na, ez mi volt? Mi volt? De izéljetek, fejemre omlatok itt nekem. Nem tudtam, hogy jönnek a zombik, támadnak, hogy így omlik le az egész. Szerintem csak a homok. Ez a sóder, nem tudom micsoda. Na most is hullanak. Hullanak a dolgok a fejemre. Mondjuk, hát igen, nem, lehet, hogy nem lenne itt rossz egy, ja, itt csinálni kéne egy oszlopot ide. Még mielőtt itt ránk omlik az egész. Látszik, hogy messzire elér a kezem, mint ahogy mondtam, de nem elég messzire. Azt a szerencsétlenkedést ilyenkor. Na, de én szerintem lett annyi már, ez már meg vas, vigyázni kell, mert akkor még 6-60, így most lett én szerintem elég sok. Hát annyi, hogy ezt gyártom itt a zsebembe, ez nem érdekes. Ezt majd, most nem akarok bányászkodással itt az időt tölteni, úgyhogy úgy csináljuk, hogy le is cserélem a kis komámra, ide, szépen. Ez talán itt nem is kell, ez nem tudom miért volt így. Ja, lehet, hogy ez a másik motor miatt volt. Jó, ami itt van még, apróság, azt itt vagyunk közel. Hol a motoromban? Susnyásból bebújt a motorom. Ezt a pár darab követ, mégis mindegy, mert én szerintem hazafele, hogy vagyunk itt, innen jövünk, így is úgy is. Hazafele megy az út, tehát ezen az úton kell menni, úgyhogy én szerintem nem veszítünk vele semmit, hogyha ezeket itt kihajítom, hogy ne vigyem magammal. Köszi! Szerintem nem veszítünk vele sokat, hogyha én ezeket itt kihajigálom, meg az aranyat is. Jó, hát enni-inni való van. Hát hülye helyre megyünk, azért ezt tegyem hozzá, úgyhogy egy ilyet beteszek. Meg beteszek egy ilyet is. Jó, hát más talán nem, de ezeket azért tényleg csak teszünk már be ilyet, mert hát itt sajnos bármi megtörténhet, meg annak az ellenkezője is. Jó, és akkor közben gyártódik a lőszer. Bármi megtörténhet, meg annak az ellenkezője is. Jó, ezt meg akkor légy szíves az... Ezeket valaki jegyezze fel. Mennyire vagyunk? 900. Hú, ez kinek a horda várója, nézzétek meg. Hát az a baj, hogy ez út mellett lesz, tehát az a baj, hogy nem lettünk volna előrébb azzal, hogyha helikopterrel megyünk, mert az lassabban megy a girokopter, mint ez a motor, úgyhogy ezeket az autókat
Ezen az úton én valamikor nagyon-nagyon régen mentem, még ilyen felfedezésileg, és elmentünk erre egy nagy izét, hegyek meg minden, és semmi nem volt, csak tele van ilyen roncsautókkal, és akkor beszéltük, hogy ó, ezeket a roncsautókat, ezeket majd... Hát azóta sem nagyon jártunk erre, az az igazság. Úgyhogy ez az út, mert ugye itt nincs semmi ezen az úton, és hogyha a városba átvezető utat nézem, akkor... attól az még egynek számít. Várjunk, én pontjaimat, hát várjátok, hát nekem ott lett egy csomó pontom, én még el se költöttem a pontjaimat. Hát ne zsongítsatok már, ezt felviszem 5-ig. Ja, és még van 2. Tehát 5-ig felvittem, és akkor most már, hát pont a kis kománk nagyon, nagyon fog neki örülni, hogy... fog neki örülni, hogy akkor ezekre is még tettem 2-t. Akkor most már az a lényeg, hogy távolság 15 méterre tudok tőle távolodni, és 20 extra lövést tud leadni, úgyhogy táradzunk. Akkor már felmegyünk 217-re lövésre. Nagyon jó. Meg hát nőtt a tűzgyorsaság, ugye ezt most nem akarom már itt mindent végigmondani, de amúgy... hogy állunk? Hogy állunk itt? Ugye hát a tűzgyorsaság csak 70%-a több, vagy 20%-a több damage-et ad, meg 70%-a gyorsabb tűzgyorsaság. Hát igen. Na, szóval ezek azért pont lényeges dolgok. Sokkal jobban fogja szórni az agyukat. Na. Hol van itt az út? Mert itt kéne, hogy legyen valami út, ami oda vezet. Hát várjunk, mert ugye elmentem az út mellett. Hát gyanús. Gyanús, mert hogy... gyanús, hogy itt volt egy út. Ja, itt az út. Hát, de hova vezet ez az út? Ja, de itt megy az út. Oké. Okay. Hát itt valahol alig, ha nem megállunk. Oké. Okay. Te is állj meg szépen. Hát, na végre. Jó, a lőszer az még gyártódik, de mi meg? Hát mi meg? Ez alá van itt tuti aknázva körbe, úgyhogy óvatosan, óvatosan. Hát ez, várjátok, most emlékeim szerint, hát itt nincs föld alatti rész, nincs, itt csak ez a fenti. Csak nem építették át, mert elvileg ott van fent a nagy lút, vagy régen úgy volt. Nagyon régen jártam ilyenbe, tényleg, az... arra emlékszem, régen tuti volt benne kutya is néhány, úgyhogy... na... hát, hogy tegyem még előrébb egy kicsit? Tegyük előrébb. Még lesunnyogunk. Vagyunk, hát kéne nekem a... ez lehet, hogy... az lehet, hogy jól jön ilyenkor. Kicsit át is rendezem itt a dolgokat, hát... kicsit átrendezem a dolgokat. Meg vannak töltve a fegyverek. Egy megvan. Ez is... ebbe ez nincs is betöltve. Még úgy maradt horda óta, senki nem szólt. Sunnyogunk, ott látok valamit. Hát, igen, ez jó kérdés. Én szerintem nem tud, nem, hát benn vannak ezek a nagy rész, benn vannak a sátorba, és nem nagyon tudok úgy menni, hogy ilyen csendes üzemmódban, nem hiszem, hogy nagyon tudok. Ja, itt is itt fekszik valaki, ezt észre se vettem. De mégis tudok. Kíváncsiuk, hogy mikor hallanak meg. Ennek nem látom a fejét. Még feláll. Ez még mocorog. Most már nem. Megnézzük a másik irányba is. Már be lehetett látni a Stratzét, meg az Avenue-t, de most megnézzük a másik irányba is, hogy
próbálok már úgy menni, hogy se aknára ne lépjek, se tüskébe ne menjek. Hát itt sincs senki. Hát majdnem, hogy az meg meglátott. Ilyet. Az hogy? Amúgy. Jó, ennyivel is kevesebben vagytok, azt kész. Na jó, jöhettek. Jöhet, ami még nem volt. Vagy próbálják, addig sunnyogjak, amíg lehet. Az ott például, az ott valaki vagy valami? Nem, az ott nincs semmi. Vagy addig sunnyogjak, amíg lehet, azt akkor majd meglátjuk. Az, ja, ott áll bent valaki. Ez itt egy halott. Tök süket mindenki. Ment valaki a végén. Ezt így hátba nyestük. Én itt nem nagyon látok már senkit. Ja, de. Jó. És nem fut. Azt hittem, hogy ha fertőzött területen vagyunk, akkor mindenki fut. Nem, és nem fut. Azt hittem, az azt jelenti, hogy itt mindenki rohanni fog, de nem. Valaki viszont bepróbálkozott. Megnézzük mindjárt, hogy... Igen, nem viszont. Na nézzük, ki volt itt? Aha, ott is áll valaki. Hát figyelj, attól az még egynek számít, csak állnál meg, mert így mellé lövök. És megint, abban a pillanatban indul el, amikor rálövök. Állj meg kis komám, mert ez így nem lesz jó. Így. Ó, hát ez ennyivel lassabban megy, tehát volt egy kis hatásszünet, mielőtt odaért. Jó, oké. Ezeket a mondjuk ez a sátor oké. Csak itt tudom, hogy valamelyikből jönnek. Viszont nincs pince. Nincs pince, nincs pincér. Ez mit? Ja, krizantém. Én dobtam el. Hát én az inkább erre váltok, mert itt kutya bármi, azt hiszem, vagy régen legalábbis volt ilyen, hogy... Aha, itt most több mindenkit látok. Hoppá. Jobb eker gombot nyomtam volna, hogy melyiket lőjem fejbe, melyik a veszélyesebb. Ezek nem egy... Eddig nem úgy tűnnek, mint hogyha ez ilyen nagyon... Hogy mi itt a veszélyes ebbe az egészbe, hogy... De tényleg most így nem tudom. Még így nem jöttem rá, hogy ezen a helyen itt mi a veszélyes. Mert azért ez a tír... Ja, mégiscsak van lejárat. Ja, oké. Okay. Jól van, ez erre nem emlékeztem. Vagy régen nem volt ilyen. Ja, mégiscsak van lejárat. Oké, okay, meg lesz a veszély most már. Meg lesz. Oké, okay, ba vagyunk. Hát ez... Ott a lejáró. Ott fogunk meghalni. Ott Google, vagy micsoda, alszik valaki. Itt azt hiszem senki, az ott megint még valaki. Ha, ha már felébredtél, akkor. Ez itt... Valaki itt felrobbant, és ide repült be a cucca. Azt nem én öltem meg. Na nézzük. Ó! Oh. Hát most felébresztettem őket.
kanj már meg! Hát te mennyit kell még odaütni? Mondjuk a földet azt... Ne haragudjon meg senki, de azt nem viszik. Régen nem volt ennek ilyen lejáró része, vagy legalábbis én nem emlékszem. Lehet, hogy volt. Lehet, hogy volt, vagy én nem emlékszem, de mintha nem lett volna. Régen ez ilyen lájtosabb bázis volt. Ezeket nem viszem. Itt azt hiszem, hogy übbenyát elvittem, mert azt... Nagyon gyártunk. Tojás. Hát most már úgy jövök vele, hogy kell a tojás. Ez is két darab ilyen ital, vagy micsoda. Vite. Itt azt hiszem, hogy semmi... Az ott a sarokban mi? Az egy táska. Jó, és akkor melyik ma? Ez a sátor maradt ki. Szerintem itt lesznek a kutyák. Ha vannak valahol, akkor... Bár, nem tudom tényleg, mert... Az ilyen egészségi sátor, vagy milyen. Ja, a kutya, mondom, itt vannak a kutyák. Ott van, hát ott fekszik bent, édes deden. Édes deden ott csicskál egy kutya. Még egy kutya. Buta kutya, hát ott akartál kimenni? Hát jó, van egy kis műanyag, meg egy kis szerves kutya maradvány. Na, azt hiszem, hogy itt én szerintem... Itt nem hiszem, hogy marad. Van itt valaki? Nincs. Oda... Ja, ide mondjuk fel lehetne menni. Azt nem tudom, hogy... De bár... Igen, fel lehetne menni, meg ott meg le lehetne menni. Ez egy jó kérdés. Na. Motoromat... Mindegy. Motoromban gondoltam beletankolok, de elég messze hagytam. Ja, hogy ott robbant. Oké. Okay. Jó, te is jöhetsz ide. Ide felnézünk. Nem, most igazából nem tudom, hogy ezt itt, ha én kinyitom. Innen nem. Azt mondom, fentről lehet kinyitni, biztos akkor. Akkor nyissuk ki. Ó, aztán, vagy beragad ide az ember. Én meg felszedtem, Robikát felszedtem itt közben, aztán kellett volna. A francba már. Uda rossz ez a lépcső. Kis keskeny valami, rámegy az ember a szélére, már mindenre rámegyünk, ugrándozik a test. Na jó, és akkor szerintem lehet, hogy most fognak elindulni felfele. Aha. Ja, jönnek is felfele. Akkor ezt alig, ha nem, úgy kellett volna csinálni, hogy csináljuk úgy. Csináljuk úgy, ahogy akartam, amúgy. Ó, hogy te honnan kerültél ide? Áruld el! Sokkal gyorsabban lőtt. Így lőtt a kis cuki. A kis cukorfalat. Na hát eddig még... Eddig jó. Mint amikor kiugrunk a 10. emeletről. Minden emeletnél. Eddig jó. Na itt azt hiszem, hogy... Átnézt. Azt hiszem, igen, akkor most van az, hogy szerintem mehetünk le. Vagy mit tudom én. Burgonyamag, nem kell, hát ezt megesszük. Én ilyen izé vagyok, ilyen éget húsokat imádom. Én megeszek mindent. Muszáj. Muszáj megenni mindent. Ó, ezt viszont elviszük a magot, illetve a spórát. Ha meséltem, amikor azt mondta nekem az óvónéni. Itt van valami.
Vagy nem? De szerintem van itt valami. Nézzük meg. Azt mondta nekem, még kicsi voltam, azt mondta, én is, képzeljétek, én is voltam valaki kicsi. Meglepő. Meglepő fordulat. És azt mondta nekem akkor, hogy megennéd te, hogyha háború lenne? Hát a igaza van, csak mondtam neki, hogy nincs háború, és nem vagyok éhes. Tök mag. Jó. Itt régen ezek ilyen nagy lootnak számítottak, hogy voltak ilyen ezek a izék, és akkor jaj, azt ki ne hagyjuk, mert ott jó izé van, és akkor most meg itt így megyek, és körbenézek most, de hogy ne hagyjak már itt ilyet, de hát ez csak homokzsák. Nem, de nincsen amúgy már, nincs több. Nincs más. Jó. Hát mindegy, ezt hagyhatom, mert elképzelhető, hogy kelleni fog úgyis mindjárt. Na nézzük. Ó, hát ez szép terület lesz ez még. Nem tudom, hogy csináljuk, hogy... Hát itt tele lesz még zombik, és nem szeretek ilyen bezárva lenni egyébként. A zombikkal bezárva nem szeretek lenni, azért ezt hozzáteszem. Aha. Várjunk, akkor mégiscsak visszaváltam, mert megpróbálok innen leszedni egy-két emberkét, aztán vagy sikerül, vagy nem. De valahogy úgy kéne csinálni, hogy ezt ide le tudom ezt tenni. Hát valahogy úgy kéne, hogy le tudjam. Nagyon rossz. Nem tudom. Jó, letettem. Mert hogyha én felmegyek, akkor ez innen esetleg lövi majd őket, hogyha én ott megállok. Ha úgy adódik, hogy... Hát ez ennyi volt. De ennyi volt az ébresztő. Hát nézem, hogy itt csak azok jönnek. Itt hányan vannak? Ja nem, vannak ezek sokan. Akkor itt. Akkor ez egy jó hordaváró. Elmélet lett volna, csak a gyakorlatban nem jó, mert felemelt a levegőbe. Pedig úgy elméletileg jónak gondoltam, hogy olyat csinálni, most itt agyonvernek. Egy elméletben lehet jó lett volna úgy, hogy az ember egy létra tetején áll, és akkor olyan szépen lassan jönnek fel, de nem jönnek olyan nagyon lassan, az a mókás, hogy nem lassan jönnek. És elkezdett engem felemelni a levegőbe, és úgy csak megfertőzött. Hát gondoltam, hogy ez lesz a vége. Viszont működött még folyamatosan, tehát itt lehet hallani, tudom, tehát itt vagyok. Lehet hallani, hogy még mindig működik. Egész jól el tudtam távolodni tőle, és még mindig működik. Mondjuk még vannak a csibészekből, csak... Valakik. Ja, még ott vannak valakik. Valakik még van. Hát ide úgyse engednek be. Na jó, lehívva, nem tudom. Nem jön senki. Nem jön senki, akkor ki van itt? Ha nem jön senki. Ezeket az székeket összeszedem, mert ezek csak itt bezavarnak nekem. Ha menni kell, vagy valami lesz. Itt is van még egy. Most vettem észre. Nem töltöttem újra a kis haveromat. Nem töltöttem újra, de nem baj, csak... Nekem ez kell. Abból is egy kicsit. Hát gyártsuk, amíg van. Ez a kajálda. Ó, hát ez erre felezni egy jó nagy ez. Ha nem így megyünk. Menjünk úgy, hogy... Ugyanerre, amerre voltam, mert ezek itt fognak jönni. Aha, azt ütik. Itt vagyok! Aha. Hát én hagyom nekik egyébként, hogy... Nézzük, ja, arrafele jönnek. Jönnek már! Na, újra megpróbáljuk ugyanezt a... Hát itt könnyű lenne egyébként így...
leütni őket, vagy lelőni őket. Á, igen, csak együttéssel nem tudom némelyeket, viszont a ezével, a Magnummal, ugye egy fejlős is, gyönyörű fejlővés, jaj, nem akarok már felrobbanni, belemegyek ott az ezébe, bele hátrálok. Ó, még mindig jönnek. Na-na-na. Hóha. Hóha-hó. Mondta Joulopuk, Joulopuk-puki. Képzeljétek, jön Magyarországra, teljesen. Ezzel a hírrel ébredtem. Aj, te voltál a last man in the world. Na nézzük, akkor be is kötözöm, ha nem tudom, mim sérült meg, kezem, lábam, satöbbim, és akkor hát a széria dolog, ezt nem is tudom, hogy meg lehet-e úszni igazából fertőzés nélkül egy ilyet, amikor azért ilyen sokan rárohannak az emberre, és hát ugye megpróbálom így távolról felét, pont az, hogy közelről megpróbálom őket gyentelni, és 52 lőszer még marad, hát azért majdnem 200-at előtt, vagy 150-et, ja. Az jó kis komám volt ez. Na nézzük, ez itt is van valami. Ez most nem kell, viszont kelleni fog nekünk. Hát valószínűleg ez is kelleni fog, meg kelleni fog ez is. Jó nagy, gondoltam én, hogy jó nagy találat lesz, tehát valahogy annyira éreztem, hogy ezeket nem tudom, miért nem lehet szétszedni. Az a baj, gyerekek, gondolkoztatok már benne, hogy mostan, hát nem teljesen így, de szóval vannak ezek a hidrofónikus dolgok a világban, és ez már a valóságám, hogy ilyeneket csinálnak, és gyakorlatilag úgy növesztik azt a paradicsomot, amit a boltban, az hogy néz ez ki? Kicsit megborult szegény. Tehát azt, sőt Magyarországon is már van ilyen hely, de hát Spanyolországban mindenféle, tehát ugye úgy készítik, hát gyakorlatilag úgy nevelik a paradicsom, paprika, meg egyéb dolgokat, tehát a gyökere az soha nem érintkezik földdel, tehát nincs földbe, hanem ilyen kis kémcsőszerű valamiben, kis üvegcsébe van, és tehát ilyen 5-6 emeletes, magas, ilyen hatalmas nagy építmények ezek, és akkor és teljesen így automatizálva csepegtetik bele a tápanyagokat, és gyakorlatilag ilyen műanyag, hát olyan paradicsomnak kinéző műparadicsomokat árulnak. És hát ezek ilyen sokkal gyorsabban, hát ilyen ki van teljesen kísértezve a hőmérséklet, a minden, és akkor így napfény se kell neki, mert mondom, tehát ilyen óriási nagy hangárszerű, nem tudom milyen épületekben vannak ezek. Úgyhogy ez már így a valóság, hogy így ilyeneket csinálnak. Azért is nincs semmi tápanyagtartalma, meg az egész egy nagy műanyag. Jobban teszük, hogyha Juliska nénitől vesszük meg a piacon. Én legalábbis, ha tehetem, akkor mindig azt csinálom. Én így multinál nem szoktam ilyeneket venni. Az alap elmondat, ami mondjuk egy zombi apokalipszisnél már nem lehetne válogatni, ott már örül az ember, ha valami van, de azért amíg még tudunk válogatni, addig legalábbis úgy jövök vele, hogy én azért válogatok, és azért a zöldséget a zöldségestől, húst a hentestől, pékáru a péktől, stb. Ezek az alap dolgok, szóval mert abban még mindig jobban bízok, hogy ez itt mi? Ja, innen jöttem, ja, mert arra mentem be, okay, akkor vége. Körbejártuk. Szóval még mindig jobban bízom 100 000-szer, hogy ami rendes földben nőtt, Mariska néni, Juliska néni meglocsolta, nem jó felemegyek, de jó felemegyek. Hogy az még mindig 100-szor jobb, mint ezek a kémmódosított izék. Na húzzunk innen a véres, illetve nem szabad éneket mondani, mert családbarát. Ó, itt van egy még egy tojás.
Ez nem fészek, ezen úgy hívjuk, hogy ott egy tojás. Most jó irányba megyek? Én csak nagyon remélem, de mindjárt körbenézünk. Igen, abba az irányba kell menni. Gyere te is velem haza. Hát jól van. Ez nem... Most tényleg, hogyha így ezeket a tír... Kedveszélek ilyen. Szóval a tír 5-ösbe vagyunk most, ugye? És ott, de lehet, hogy már volt egy tír 4-eset is mondtam most, hogy gondolkozok rajta, hogy én lehet, eddig össze-vissza beszéltem. Szóval ezek a tír 5-ösökből, ezekből, hát most ezekből a, most 9-en vagyunk túl, tehát hogyha most ezeket egy kicsit úgy rangsorolni kellene, hogy melyik milyen, hát én valahogy úgy rangsorolnám be, hogy még a kórház is, hogy mondjam, de még az is kicsit lájtosabb volt, pedig hatalmas épület, kicsit lájtosabb volt, és hiába volt a tetején, tehát az kórházat is inkább második helyre tenném, de a kórház se volt vészes, tehát ott is igazából is lájtos volt, ami mondjuk egy jó dolog, hogy ahol a fűlút van, ott az egy tető, ugye? És a... vagy... hát két tető, mert van a helikopter leszálló, meg az alatta levő tetők, de nyílt terület. Tehát ugye ezekben az a jó, hogy nyílt területek, ami azt jelenti, hogy ott van az embernek mozgástere. Tehát ott ugye nem tudják sarokba szorítani, mert ezekben ugye a legrosszabb dolog, ami történhet, amikor úgy rárohannak az emberre, hogy beszorítják a sarokba. És ilyen nem volt. Viszont... Na, ugye megnézzük, hogy itt mit tudunk választani. Hát semmi jót. Ez is tuti, hogy már megvan minden. Elkérem tőle, de 100%, hogy az összeset már olvastam. Biztos. Hát biztos, meg is nézem. És amelyik... szóval tette. Amelyiket én eddig legalábbis, hát még egy van ezekből, de ja, itt van. Amelyiket mondjuk én a legelső helyre tenném, nehézség szempontjából. Nem tudom már, hogy hol volt, de ezeket mind olvastam minden esetre, úgyhogy ez mind mehet eladásra. Át is, vissza is váltok a kis hemüvegemre, ja, váljunk, meg a pisztolyomra. Well, look who decided to show the face again. El is adjuk neki. Ezek nem tudom, light... hát ilyet nem használtam eddig. Lehet megnézhetnénk, hogy ennek mekkora fényereje van. Light bulb... ja. Hát megnézhetnénk, mekkora fényereje van egy ilyennek. Akkor ezt nem adom el. Azért nem adom el, mert tényleg meg kéne nézni, hogy milyen, hogy lehet esetleg a kocsmába lehet-e használni valamire, nem tudom. Dinamit, hát ezt eladom, azt olyat nem használunk, mert az szétdíbol mindent. Úgyhogy amit én a legelső helyre teszek, mondjuk így eddig nehézség szempontjából, itt a tier 5-ösöknél, az a atom parts, ilyeneket nem fogok már használni. Bocs, közben csak el vagyok itt, közben nézem már ezt is, ja, meg itt a pénz. Jó, szerintem így eladtuk, amit el akartunk. Szóval az a rakita silós, rakita bázisos steel clubot se akarok már többet csinálni. Ez dartra van, én szerintem ezt se akarok, de ezt szét kéne, ki kéne nyitni. És akkor eladnám minden belőle, azt meg is nézzük, hogy legalábbis a többi dolgot lehet megtartom, de hogy a könyveket eladhatom innen, azt tudjuk. Esetleg azt megnézhetjük még, hogy milyen küldi van itt még. Milyen küldi van itt még neki, mert ezek már az a baj, hogy mindegyik messze van, de hát most messze van, kiki nyugovóra, de megnézzük, hogy itt mik vannak. Karen Higashi. Oh. Hát gondoltam, hogy ezek már olyanok, hogy Higashiban nem szív... Most
Na, az egy, nem tudom hány órás munka lenne, de nem biztos, hogy egy óra alatt befejezzük. Az egy Open Prius Factory. Oh man. Az is egy akkora labirintus, hogy iszonyat a labirinte. Nem biztos, hogy nem fogunk ilyen helyre bemenni, csak vannak az embernek tapasztalatai. Disong-torony. Hát csupa jó. Ezek már mind ilyenek? Már lehet, hogy mind ilyenek. You need some work? Or what? Minotaurus Színház? Az meg mi? Ez nem tudom mi. Ez azért, ez csak azért érdekes dolog, mert erről hát már Besenyő Pista Bás is azt mondta, hogy ja nem ő mondta, de azt mondták, hogy fingom nincs, ja de van. Szóval ezt tényleg nem tudom, mi ez a színház. Most gondolkozom is, hogy milyen színház van. Hát van, mindegy, elvállaljuk, megnézzük ezt a kínházat. It's a deal. Majd elmegyünk oda. Majd látjuk, hogy hát már lehet, hogy el tudunk indulni, csak piszok messze vannak ezek. Tehát oda idő el is jutni. És oda már röppentyűvel kell menni, meg oda már majd úgy megyünk, hogy visszük a... Milyen messze van? Ja, 8,5 kilométer. Hát és melyik irányban van? Meg kell nézzük. Melyik irány? Dél-nyugat. Dél-nyugat. Jesszus. Ja, itt. Igen, ezt gondoltam. Itt meg nem is tudtam, itt van valami város ezek szerint még, ahol még soha az életben nem jártunk. Ez aztán meg fölöttébb mókás hely lesz így, hogy itt van egy város, ott még nem jártunk soha. Hát legfeljebb felfedezzük, mert most már ez jön. Most már ez jön a nagy felfedezések kora. Na, kipakolunk aztán. Ez már úgyis legközelebb lesz csak, mert itt... aranyosan duruzsol itt minden. Építőanyag? Nem tudom, hogy az van-e. Réderes dolog az volt egy kevés. Kraftosban remélem, hogy ki tudjuk szórni a sok mindent. Kaja... ital? Abban nem vagyok biztos. Az várjátok. Ja, tojás azért. 3 darab toi. Ez meg itt közben meglett. Oké. Okay. Közben ez meg itt megsült. Kisült a pite. Menjünk, ez itt rendes kávé. Az szerintem mehet az italosba, mert azt úgyis ott fogjuk elhasználni. A lőszer. Ja, mondjuk én nyomhatok egy ilyet. Jó. Ezt mindjárt elültetem még. Ez mod, igen. Ez egy EU-s dolog, mert hogy igen. Várjunk. Ja, nézem, hogy 53 másodperc. Ja, hát ez úgy néz ki, mint egy térdsérülés. Ezeket viszont... Nagyon lőszer. Hát nem tudom, szerintem inkább mondjuk hívjuk, hogy fegyver. Jó, azt valahova eltökítjük. Sőt, hát szerintem ha megyünk, akkor viszünk magunkkal megint... Viszünk magunkkal én szerintem megint mézet, mert ott megint kelleni fog, nem tudom milyen színház az, de színház az egész élet, azt mondták, hát nem tudom, majd meglátjuk, hogy milyen színházba fogunk menni. Már most lehet veszek is ki magamnak innen egy kis mézet vigyek, vagy antibébit. Most viszek 2 antibébit. Most hosszú útra megyünk, egy kicsit nem tudom, mikor jövünk haza. Mindegy, viszek 2 antibébit, meg akkor ezeket elviszem még, ezeket behajítom, és akkor most pénz, meg ilyeneket nem érdekel, nem viszünk, nem a pénzre megyünk most. Most teljesen... Jó, azért lezártam, hogy megmaradjanak, ne keveredjenek el. Jó, és akkor legközelebb elindulunk. Elindulunk az nagy 8,6 kilométerre. Nem tudom, mi ez a könyvtár, de... Vagy színház, könyvtár. Az a színház. Úgy vannak elképzeléseim, mert van több ilyen nagy színház, de... Nem tudom. Na, majd meglátjuk. Jól van. Várlak benneteket legközelebb is. Hát nem tudom, hogy holnap még aktuális lesz-e. Mármint úgy értve, hogy én ma vettem fel, és az...
hétfő reggel jelenik meg, de elképzelhető, hogy még hétfőn igen. Újra elmondom a Half-Life 2-t, azt még be lehet húzni, be is raktam a videó alá, a múltkori videó alá, meg most is bekerül a videó alá a linkje, hogy aki esetleg gondolja, húzza be. Ez egy ilyen 20 éves lett, tehát a 20. éves frissítés jött ki hozzá, és akkor így most a hétvégén ingyen adják. De talán lehet, hogy szerencsétek van, akkor még holnap is. Jól van, várlak benneteket, és szép napot mindenkinek, sziasztok!